Megfelelően idén is ebbe takarításra emlékezve arató felvonulással vette kezdetét Szent István és az új kenyérű ünnepe Tolnán. A menetben a város vezetői mellett a civil szervezetek képviselői is helyet foglaltak, és a menet a templomba igyekezett az új kenyér megáldására. Mondom nektek, az ünnep igazi ünnepé. Szentek oda, ami igazából megkülönböztetett, és egy kicsit más, mint a többi idő. Szenteljük oda a mindenség Urának és Istenének. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, azért az Úr Jézus Krisztusért, aki az élet kenyere, és legyen dicsőségét. Örökké. Amen. Az országalapító szobránál folytatódott a nemzeti ünnepi program. A Pászófel Ágnes polgármester beszédében arról is beszélt, ez volt a vírusveszély óta az első alkalom, amikor közösen ünnepelhetett Tolna. Így most szót ejtett többek között Trianonról is, melynek idén volt 100. évfordulója. Minden ünnep egyfajta hagyomány, és ebben az értelemben kettős természetű. Egyszerre van meg benne a maradandóság, létezésünk valamiféle öröksége, amit elődeinktől kaptunk tulajdonul, és benne van a változás is, mindaz, amit a hagyomány éltetői, a késői utódok tesznek hozzá az ünnephez. Úgy érzem, az idei augusztus 20-a a legkevésbé sem tekinthető megszokottnak, nem csupán egy az egymást követő Szent István napok sorában. Különlegességét egyrészt a véletlennek köszönheti, hiszen a vírus okozta veszélyhelyzet kihirdetése óta először vagyunk így együtt. Nem ünnepelhettük meg közösen nemzeti ünnepünket március 15-én, és legutóbb még otthonainkban gyújthattunk gyertyát június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján is. Valóban hosszú hetek, hónapok óta első alkalommal érezhetjük magunkat, a szó legszorosabb értelmében szabadnak. Mert bár a szabadság alatt sok mindent érthetünk és értünk is, a fiatalabbak talán sosem gondoltak rá, az idősebbek pedig már elfelejtették, hogy szabadság az is, ha egy közös cél érdekében összejövünk, együtt vagyunk és ünnepelünk. De különleges ez az idei ünnep egy időbeli egybeesés miatt is, hiszen ebben az esztendőben emlékezünk a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójára. Arra, hogy az 1000 esztendeig fennálló aranyhéjú kenyér Magyarországot, ahogy Krúdy Gyula nevezte hazáját, a történelem különleges sorsra kohoztatta. Annak a sorsnak a felvállalására, hogy olyan ország legyen a miénk itt a Kárpát-medencében, amely önmagával határos. Bennünket, magyarokat pedig azzal büntetett, hogy megismerjük és elszenvedjük a szétszakítottság érzését, a kisebbségi lét minden nehézségeit, és hogy kreativitásunkat egy, a közénk vágott politikai határokon átívelő nemzetegyesítésre mozgósítsuk. Ezért aztán az idei ünnepen talán még erősebben átérhetjük, hogy az itt létünk és egyáltalán a létünk az, hogy van föld a talpunk alatt, amely ma is a mindennapi kenyerünket adja. Van hazánk, amely ma is megvéd bennünket, és megtart magyaroknak itt a Kárpát-medencében, valójában csoda. Az idei ünnep 2020. augusztus 20-a üzenete így szól. Igaza van Krúdynak, és jól tudta Szimbád is. Szent István ünnepe, tisztelete és köszöntése műtükre az ország a nemzet állapotának. Ezért fontos, hogy ma itt ennyien együtt vagyunk, és kiszabadulva a karanténból, túljutva a vírus okozta válságon, szabadon ünnepelünk. A nemzeti ünnepi közös megemlékezést koszorúzás zárta, majd a város polgármestere megszegte az új kenyeret, melyet minden jelenlévő megkóstolhatott.